Sziasztok, szeretettel köszöntelek titeket ma is. Miről lesz ma szó? Be fogjuk fejezni az igeidőt témát, konkrétan az egyik jövőidőt hoztam mára is, ami kis csillagos lesz szintén, akár csak két nappal ezelőtt. Tehát nem épp a leggyakoribb igeidő, de azért még őt is használgatjuk, és ezért azért nem árt tisztában lenni vele. Viszont ha nagyon szelektálni akarsz valamit, akkor... Ezt helyettesítheted, el fogom árulni ma, hogy mivel. És a mai live-nak a második felében pedig szó összerántásokkal fogunk foglalkozni. Mi is az, hogy összerántás? Hát nem rántást fogunk készíteni a levesbe, azt elárulhatom, de izgi lesz, úgyhogy pici modern lecke lesz a mai is. Úgyhogy maradjatok itt velünk, ha tudtok, és én azt mondom, hogy csapjunk is bele. Az ideidő kapcsán ugye beszéltünk már többféle jövőidőről. Ugye beszéltünk az egyszerű jövőidőről ő volt a sima will, a biztos jövőről, a be going to -ról, és ugye azt mondtam, hogy ez a kettő az, amit úgy igazán gyakran használunk, és ezt a kettőt, amit ugye említettem, mindenképpen ismerned kell, bármilyen uh, nyelvi, nyelvhasználati célod van. Aztán megmutattam nektek azt is, hogy van egy olyan, hogy folyamatos jövő, és ma megmutatnám a befejezett jövőt is, különben lenne még egy, de azt már abszolút mondhatjuk azt, hogy kikopott, nem használjuk, úgyhogy azt, azt abszolút kis ki hagyjuk. Viszont ez a mai befejezett jövők pontosan ugyanaz a kategória kb. mint az előző lecke volt, a folyamatos jövő, tehát ilyen kicsit félig kihalóban van. Még használgatjuk, de nem a leggyakoribb, jó? Tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy ha esetleg szelektálni akarsz, akkor ezt kihagyhatod. Azért nézzük meg, hogy miről szól akkor ez az igeidő, mert azért még lehet hallani, látni is Alapvetően a, a befejezett igeidőknek az volt a jellegzetessége, hogyha most így visszapörgetitek az agyatokban, hogy ugye van egy, egy have, vagy esetleg egy had, ugye, múltban, és az ige harmadik alakja. Ugye ez egy közös pont volt, és az is, hogy befejezett igeidőknek hívtuk őket. Tehát az igéknek a harmadik alakját használjuk. Viszont, hogy jövő is legyen belőle, ezért valójában itt a segédige az will have lesz. Tehát, hogyha végig néznénk az összes szám összes esetet, azt mondanám, hogy minden szám minden esetben will have a segédige változatlanul, plusz az igének a harmadik, azaz befejezett alakját használod. Ha nem rendhagyó, akkor egy LD végződést teszel rá, mint az első példa is mutatja. The workers will have finished the fence by Monday. Ami ugye azt jelenti, hogy a munkások hétfőre be fogják fejezni a kerítést. Vagy itt van még egy példa egy másik esetben, by 2025 they will have finished the highways in Transylvania. Hát próbálunk optimisták lenni. A 2025-re be fogják fejezni az autópályát Erdélyben, remélhetőleg, mert hát tudjátok, hogy azért még elég gyatrán áll ez a menet. Na most mi a közös pont ezekben? Ha a mondatnak a szerkezetét, a struktúráját nézitek, akkor látjátok, hogy ez a will have, fix, és az igének a harmadik alakja finished. De van még egy közös pont, amire már egy picit a, a használatára is rátérnénk, illetve egy kult szó is van benne, és ő pedig a báj. Most egy picit megint visszapörgetitek az agytekervényeket. Foglalkoztunk a befejezett múlttal egy jó pár héttel ezelőtt, ugye Past Perfect névre hallgatott, és ott volt ez a használat csak múltban. Ugye emlékeztek, azt mondtuk, hogy 2025-re befejezték az építkezést hétfőre, nem tudom, kinyomtatták az összes dokumentumot. Tehát, hogyha azt mondanám, hogy báj, ugye a kulcs szó, akkor ez igaz lesz a befejezett múltra és a befejezett jövőre is. Kicsi cuki bájos mondatok, ugye? Kicsi mosolygós bájos mondatokban használjuk. Miről van itt szó? Arról, hogy megmondom, hogy mikorra fog lezárulni egy cselekvés. És hát alapvetően, ha a használatából, ebből a kulcsóból indulunk ki, azért nyilván nem ez a leggyakoribb használata a jövőidőknek amúgy sem, hogy ugye arról beszélgetek, diskurálok, hogy mit mikorra fogok megcsinálni, de azért elvétve, elvétve ott van az is, hogy néha mondunk azért ilyen mondatokat. És ezért is van az, hogy azért nem a leggyakoribb igeidő, vagy jövő idő. Itt van még egy példa, tagadásban, hogy fog kinézni, ugye dupla segédigénk van, ha megnézitek, ugye a will have, az alapszabályunk az mindig az, hogyha egy dupla segédigénk van, mindig az elsőt fogjuk tagadni, jó? Tehát nem a haven-t tagadott, hanem a will-t. A will not összevont alakja a want. want. Használjuk az összevont alakot. Nézzétek a példát! I won't have prepared everything by next week. Nem fogok mindent előkészíteni jövő hétre. És azért hoztam egy összetett mondatot is, hiszen összetett mondatokban is használjuk ezt az igeidőt is, Viszont itt a kulcsszavunk, a by the time, a mire, mire kötő szó lesz. Ha egy picit logikát próbálsz benne keresni, meg tudod nézni, hogy valójában mikorra zárul a cselekvés, de szerintem ez a bonyolultabbik út. Úgy jegyez meg, hogy az a tagmondat, amiben... By the time, azaz a mire van, abban sima jelenidőt időt használsz. By the time you get home, mire hazaérsz, sima jelen idő, nézd, nincs benne jövő És a másikban lesz megadva, hogy mi fog akkorra megtörténni. They won't have finished their homework. Nem fogják befejezni akkor a háziukat, ugye? Mire hazaérsz, nem fogják befejezni akkor a háziukat. By the time you get home, they won't have finished their homework. Jó, tehát a használatát tekintve ez a rare a kicsi-cuki bájos mondatok. Jó, és akkor nézzünk egy kérdést is, a kérdésalkotást vele. Alapvetően ugyanaz lesz majd itt is a szabály, mint eddig, hogy fordított szórendet használunk. Ugye a fordított szórend az összetett segédigik esetén azt jelenti, hogy az első segédigét hozod előre, ami a will-will. Na, tehát, will they have built their house by the time their child is born? Meg fogják építeni a házukat, mire a gyerekük megszületik. Itt megint egy, ö, egy összetett mondatot kreáltam, de hogyha a végén a mondatra azt tenném, hogy by 2025, akkor is ugyanúgy épülne a mondat, hogy will they have built their house by 2025. Összetételben pedig a by the time után pedig látjátok egyszerű jelen, vagy sima jelen idő van. Tehát mi történik? Megfordítom a szórendet, a will előre jön. Tehát végül is ez az igeidő, az összvisz ennyiről szól, nincsen neki más használata, azért hívjuk befejezett jövőnek, mert megmondom, hogy mikorra fejeződik be. Jó, Oké, okay. írja hajnal, hogy na ez a nehéz jövőidő. Akkor kicsit beszéljünk erről is, hogy lehet-e helyettesíteni. Hát valójában mindig lehet bármit egyszerűsíteni. Megint csak azt tudom mondani, mint a folyamatos jövő kapcsán, hogy senki nem fog meglincselni, nem fog kést forgatni benned, hogyha te egyszerűen egyszerű jövőt használsz helyette, vagy esetleg be going-t. Tehát, hogyha azt mondod, hogy yeah, we'll do it by tomorrow. Fine. Tehát abszolút belefér, vagy I'm gonna do this by tomorrow. Nagy könyv szerint úgy lenne, hogy I will have done it by tomorrow, de valós nyelvhasználatban, tudjátok, sokat beszélünk erről, egyszerűsítjük a használatokat, úgyhogy ezt javasolnám helyett, hogy végül is a, az egyszerű jövő és a big going to, az bármikor egy adóászatok lehet, főleg, hogyha lefagytok, van egy ilyen teljes freeze, akkor érdemes azt az utat választani, hogy inkább egyszerűbben kifejezni magunkat, de az érthetőség kedvéért, hogy a kommunikáció megtörténjen, akkor, akkor valamit mégiscsak mondjunk. Jó? Na hát az igeidők kapcsán egy érdekes feladatot tervezek péntekre, pénteken fogunk legközelebb találkozni. Mindenkit szeretnék arra biztatni, hogy nézzétek át az eddig tanultakat. Ugye volt szó az egyszerű jelenről, egyszerű múltról, egyszerű jövőről. Folyamatos jelenről, folyamatos múltról, folyamatos jövőről, befejezett jelenről, befejezett múltról és befejezett jövőről, plusz a be going to -ra. Ezeket érdemes lenne átnéznetek, ugyanis pénteken egy kicsit gyakorlunk, tehát minden olyan info, ami eddig volt, azt elkezdjük egy kicsit mélyíteni. Úgyhogy kulcsszavakat is lehet gyűjteni, táblázatot készíteni, kinek mi segít, elmetérképet az igeidőkhöz. Nagyon örülnék, hogyha esetleg megpróbálnátok az elmetérképeket, tehát ezt a mindmap módszert alkalmazni az igéidők kapcsán. Hogyha esetleg nem hallottatok még arról, hogy mi is az, hogy elmetér kép, alapvetően a Google a barátunk, de volt nekem korábban erről egy, egy live-om, egy viszonylag tömör live, ahol megmutattam azt, hogy hogyan tudod használni az elmetér képeket, akár nyelvtan mi tudásodnak a, a, fejlesztéséhez, vagy mondhatnám azt is, hogy amúgy szókincs fejlesztéshez is, és beteszem azért ide a linket azoknak, akik el vannak veszve, hogy mit hol találnak, jó? Tehát itt látjátok majd a linket az elmetérképekhez, érdemes lenne megpróbálni az ideidőket e szerint összesíteni. És akkor nézzük a mai szókincses témát, ami most magyarul, félig angolul fog zajlani. Ez egy érdekes jelenség, amit magyarul szó összerántásnak hívunk, angolul portmanteau a neve, és már találkoztatok ezzel magyarul is, amikor például azt mondom, hogy lábtyű, ugye, az egy, az egy szó összerántás, A láb és a kesztyű összerántásából keretkezett magyarul az a szó, hogy lábtyű. Na, írjatok egy pár ilyen magyar először szó és amíg így gondolkoztok, hogy igen, van ilyen jelenség magyarul is, addig akkor el is árulnám, hogy ez angolban is megvan, és nagyon-nagyon gyakori, főleg azért a 21. században, meg a 20. is nagyon sok szó keletkezett így szó Kezdjünk egy párral, ami szerintem már, már tőlem is hallottatok uh, egy párszor, például a hanglish szó, amit alapvetően a Hungarian és az English keverékem, tehát amikor valaki magyarosan beszél angolul, vagy magyarosan egy valamit angolul, jó? Na, azt hanglisnak hívjuk. Különben van a is, meg franglish is, tehát ezt más nyelveken is létező dolog. Milyen ilyen szószerántások vannak még? Nézzétek itt a dián: breakfast és a lunch. Ugye a breakfast az reggeli, a lunch az ebéd. Hát, hogyha nem is reggelizek, de nem is délben ebédelek, hanem mondjuk a kettőből králok egyet, annak a neve a brunch. És a brunch egy nagyon jó kis tradíció. Például Szilveszter másnapján, tehát január 1-én is sokszor bruncholunk vagy akár az angol vidékeken is ez egy gyakori elterjedt dolog. Ugye a villás reggeli, amikor eszem, iszom, dinom dánom. Írtam itt egy-két mondatot is ezekkel, nézzük a hanglist először. If you're hunglish, welcome it by understanding the differences between English and Hungarian. Tehát ugye ezen a jelenségen kell dolgozni. Brunch. It would be fun to organize a brunch sometime. Igen, yeah, tök jó lenne. Szervezni egy brancsot, egy villás reggelit valamikor. Szeretnélek közben titeket is biztatni, hogy akár ezekkel a szószerántásokkal kezdjetek el, akkor barátkozni, és írjatok itt egy pár mondatot. Hogyan használnátok, főleg azokkal, amiket még életetekben nem használtatok, jó? Mutatom a következőt, ami egy. Én ezt a marketing tudásom pallírozás, akkor hallottam először ezt a kifejezést, az edittainmentet ami végül is az education és az entertainment szavak összerántásából keletkezett. Ugye education, oktatás, entertainment, szórakoztatás. És a kettőből lett az edutainment, ami egy új trend, egy új ágazat, valójában arról szól, hogy úgy tanítsunk, hogy szórakoztatva. Ugye, az iskolákban mennyivel motiváltabbak lennének a gyerekek is, ez az, az edutainment ott lenne mindenhol lessons that school should be about entertainment. In this case, kids would be more motivated too. ezt a mondatot választottam nektek. Nem tudom, ezek közül melyiket ismertétek. Írjátok meg csak a, akár a szavakat is, hogy ebből a háromból melyik van meg, és akkor amíg válaszoltok, mutatom a következő hármast, hogy egy picit mélyítsünk. Nem csak uh, ilyen fogalmakat tudok alkotni ezzel, hanem azért vannak ilyen kutyuk is, Például a szonda szó angolul, a breathalyzer úgy keletkezett, hogy a breath, ugye lélegzet, és analyzer, elemző szavakat összerántották, és ebből lett a breathalyzer. Ugye, mit csinál a breathalyzer? A végig gondoljuk, ugye elemzi a lélegzetünket, hogy van-e benne alkohol. Na, így lett az alkoholszonda, breathalyzer, szó összerántás. The police officer asked me to blow in the breathalyzer. So I did it. But it was okay, because I don't drink alcohol. Ugye nem szoktam alkoholt inni, úgyhogy rendben volt, ez a szondás a vizsgálat, de érdekes azért, hogy ilyenek ilyen kifejezések is vannak az angolban. Aztán ugye új jelenség az, amikor hát ugye az alkoholistákat alkoholiknak hívjuk, alkoholik, és végül is nem csak az alkoholizmustól lehet függőséget kapni, tudjuk, hanem lassan mindentől is. Például, hogyha valaki vásárlásmániás, vásárlásfüggő, akkor azt úgy mondjuk angolul, hogy she's a shopaholic, shopaholic, jó? Tehát ami a shop és az alkoholik szavak összerántásából keletkezett, shopaholic. Ugyanezen az elven jött létre a workaholic is, ugye work és alkoholik összerántva workaholic munkamániás, munkafüggő, biztos ismertek, shopaholic, meg workaholic embereket is itt van egy-egy mondat velük, There are more and more shopaholics because of the consumer society. Ugye a fogyasztói társadalom miatt egyre több vásárlás függő van. Nem tudom, hölgyek? Nem, köztünk senki sem, az biztos vagyok benne ugye, nem tipikus, de de a munkamániás is azért egy olyan jelenség, ami akárhol megtalálható, ugye, bármelyik országban vannak ilyen emberek, én nem tudom, hogy ez mit jelent, kicsit magamat most kifigurázom, mert ugye régen a mondat, amit írtam, az igaz. I used to be a workaholic, but I realized my family um, is more important is way more important, hogy tegyünk még rá egy hangsúlyt. Tehát ugye régebben munkamániás voltam, és ez így is van, de, de aztán ugye rájöttem, hogy, hogy a család az sokkal inkább fontosabb. A iroda Alice, hogy a hanglés az megvolt, ezt hallottad már, a Amanda a sopeholikot hallotta ezelőtt, szuper, és akkor jöttek mondatok is Annától, many people can go shopping without becoming shopaholics, nagyon jó, ügyes, Jodi, szia, today we don't have breakfast, just brunch later. Nagyon jó, hát igen, ti brancsoltok. Na, látod, milyen jó kis szót találtunk neked. Kinga, I know the English. The shopaholic and workaholic, and I heard the word bookaholic on YouTube. Így van. Itt most csak egy párat írtam, lehetne még sorolni a bookaholic, így van, aki ugye olvasásmániás, és ugyanígy keletkezett, egyre több függőség van. Bár én azt mondom, hogy inkább legyünk olvasásfüggők, bookaholic, mint mondjuk vásárlásfüggők, és nem épp az a legjobb szokás. Na mutatok még egy pár érdekeset. Nemrég hallottam, nemrég, hát egy pár éve először a Frenemy kifejezést. Ilyen, ilyen is sok van a világban, ugye a friend és az enemy, ugye barát és ellenség szavak összerántásában jött létre a frenemy, ami az igazi hamis barát, nem true friend, hanem hamis barát, ugye? Aki úgy tűnik, hogy a barátunk, de abszolút nem az, inkább az ellenségünk ugye ők azok, akik osztják az észt, és irigykednek, és amúgy úgy tüntetik fel magukat, hogy amúgy ők barátok, aztán kiderül, hogy nem az. It turned out that many of my friends were frenemies in reality. Ezt a szót hallottátok-e, már ismeritek-e, érdekes. Aztán ugye a nagy-nagy-nagy információs világ hatására azért egyre több a vidiet. Ugye a videó és az idiot, tehát a videó és az idiót a szavak összeállításában jött létre a vidiet, ami a, hát ezt nem tudom máshogy mondani, magyarul is így vettük át, hogy videóta, Hát ugye tudjátok, hogy nagyon sokan úgy szerzik a tudásukat, hogy egymás után nézik a filmeket, esetleg a, a videókat a neten, és abból szerzik a tudásukat, de ezek nem feltétlenül tényszerű vagy tudományos ismeretek, és hát őket hívjuk videótáknak, angolul is a mondat ezt magyarázza, trust me, you will only become a vidiot watching those movies, they lack the factual and scientific knowledge needed at science class. Hát azért ez is egy új jelenség. Vidiots. Jó, így hívjuk őket. Érdekes szószerántás. Aztán itt van a flexitarian. Flexitarian. Magyarul nem nagyon tudtam neki jó megfelelő találni, flexitáriánus mondhatnánk ezt, de akkor végül is ez is egy jövevény szó, ugye a flexible és a vegetarian szavak összerántásából jött létre a flexitarian. Mit is jelent ez? Ugye én például ezt az utat kezdtem el követni, ami azt jelenti, hogy húsevő is vagyok, de vegetáriánus is. Az mit jelent? Azt jelenti, hogy nem eszek minden nap húst, és nem húst hússal eszem, hanem mondjuk megvan válogatva, hogy mennyit és milyen minőségűt eszek, és gyakorlatilag sokkal inkább a, a rugalmasságon van a hangsúly, tehát mondjuk max. heti kétszer-háromszor eszek húst, és akkor amellett pedig ugye zöldséges ételeket eszik valaki, az a flexitáriánus, flexitarian. I've recently become a flexitarian because I realized I ate too much meat. Na, ezt ismertétek -e a flexitarian, flexitáriánus kifejezést? És akkor van itt még egy, ami, ha már étkezésről van szó, a hangry, hangry, nem hungry, és nem angry, hanem hangry. Fú, ez is igaz volt rám régen, egy igazi pain in the neck voltam, most mondjuk szépen így. Ugye a hungry, ugye éhes, angry a mérges. Na most képzelj el egy mérges, éhes nőt. Meg van, fiúk, biztos tudjátok, hogy milyen is az, igazi házi sárkány tud lenni. Na hát, amikor valaki annyira ideges lesz attól, hogy éhes, na ő a hangry. Aztán én erről leszoktam, de voltak belőle érdekes szituációim, nem egy jó dolog úgyhogy hangry, ezt inkább kerüljük, de jó tudni, hogy van egy ilyen új összerántott melléknév. She just cannot cope with low blood sugar occasions and becomes easily an irritatingly hangry person. Írtunk itt egy mondatot vele, és akkor most ti ösztök, írjatok még mondatokat, esetleg, hogy melyiket ismertétek, melyiket nem ezek közül. Amanda, my husband is a shopaholic, and a bookaholic, he always works, if he has free time, he reads. Itt egy picit korrigáltam a mondatodon, itt egy-két betűzés hiba van, de, de, de amúgy érthető volt, köszönjük. Hajnalka, I become easily hangry, hangry vagy hangry, by the end of the shift. Ugye szerintem t akartál írni, de lehet, hogy hangrit, nem tudom, csak ha már az új szót használjuk, azért gondolom. Onnan, I'm looking for a guide who is not married, not into drugs, not a deadbeat, very good, and not a workaholic. Uh -huh, Oké, okay, ezt azért a férjednek nem mond, de, de nagyon jó mondat, ügyes. Igen, magyar is flexitáriánusnak szokták mondani. Oké, okay, szuper, köszönöm, Kinga a megerősítést. Igen, én is ezt a kifejezést ismerem rá. És József, workaholic, ismerős. I was a workaholic, because I worked on Saturdays too. Két óval érthető sziai Ibolya. Na hát így akkor a, a végére is értünk. Ilyen kis izgalmasságokkal készültem nektek. Mára pénteken igeidőkkel fogunk foglalkozni, tehát egy kicsit gyakorlati lecke lesz, és szó hoznék még egy párat, mert szerintem ez egy érdekes, hasznos, izgalmas téma. Köszönöm, hogy itt voltatok! Sziasztok!